Ki még nincs Bece neve, Dankus? 5.37. Gülüke? Nem, gülü. Na hát jó meg lett longyozva, ha esik, ha nem, itt munka van. És ma az utolsó, amelyikre nyerget. Figyelj, ne legyen főgyűrődve, jó? Utolsó, amelyikre nyerget rakunk, remélhetőleg. Hát a Jefferre érzékeny volt már egyből. Tiszta víz, emberek is vizesek, lovak is, minden csúszik. Hát undormány időnk van. Hát, az élet nem áll meg. Elő van készítve rendesen, aztán majd többit látjuk. Túloldott megy ki Markos padikba. Na. Kicsim, erőteljében van ám ez, gyönyörűség ez is, de szép csikó. Gyönyörű csikó ám ez, nagyon tetszik, vér is benne. Jó fogjad majd. Igen, itt nagyon fontos a szakszerűség, odafigyelve. Erő is kell, nyugalom, türelem. A villám gyorsan tudnak alakítani. Még nagyon gondolkodik. Lehet, hogy nem, ki tudja. Érdekes. Nézd meg. Elég aranyos. Egyenlőre tojik rá. A Cosimo-jé volt ilyen egyedül még, amelyik nem bakozott rá. Ha nem baj, ha nem bakozik rá. És megint loncs. Aztán majd húzunk neki, és akkor lesz elengedve. Aztán marad meg zabolásig, sajnos. Nem nagyon bakozik. Jó van, nem baj az. Az se baj, a bakozik egy kicsit. Látod, a dendike is párat bakkantott ezt. Gyönyörű. Mindened megvan, mozgásod is. Le a kalappal. Na, már ez az utolsó jerlingünk, elég is, már nem mondom, hogy hány kilós a jackink mindenkinek. A víztől, meg a sapkánk, meg mindenünk. És akkor még három van. Két kanca, Egon, Pali bácsi, két kanca, és az én hoppá, egy patkót találtam. Hopp, egy patkó, alupatkó. Ördögöt is megtettem. Jó, ez nagyon kultúrált. Jó van, drágucika. Patkót nem dobjuk, hanem lerakjuk. Babonás vagyok. Hogy mondod? A 3 hétig jöttek az alatt, az idő alatt be is történt, a sofőrök unatkozták. Ja, lehet. Gondolod te? Jó van, gyönyörű. Le a kalappal előtted is. Hú, de szép vagy. De szép vagy te, uncika. Neki is, ő hosszú távú, apja, anyja. Aztán majd eljön. Jó van, drágám. Igen. Szerintem igen, húztok, ha kell, azt csókolom. Azt köszönöm szépen mára. Nagyon kultúrált volt. Dendike is. Levesszük persze.
Hallod, a Dendike is aranyos volt. Kettőt bakkantott, szenny. Nem húztok neki még? Nem tudom, csak kérdezem. Szerintem nem kell. Jó. Nem, ez feszülés. Jó, szuper. Uh-huh. Jó van, drága. Okos baba vagy. Ezt nézte ki a Dankáék itthon online-on. Mentek rá, azt hiszem, 5000-ig, ha jól emlékszem. Kovács Milánék meg a csapatna. Jó van, drágut. Jó van. Köszönöm! Még maradok egy kicsit ide-oda-amoda. Dendike túloldalt van. Jó van, drágucikám, nagyon kulturált voltál. Oda engedsz, megiszi magad apuci téged. Gyere ide, jó van. Nem, mert most azért megvannak, hú de szép. Megvannak illetődve szegénykéim. Dendi is ilyen jó izomkötegű fara van mindennek. Jó van, drágucim. Hát ilyen kicsit sajnálja őket az ember, mert megjönnek, új hely, az utazás, de hát arany szalmába fekszenek, finom hamikát megkapják, majd ha bemennek, úgyhogy jót fognak pihenni holnap reggelig. Nagyon ügyike voltál, drágám, nagyon. Nagyon ügyes voltál, papa. Nincs is szívem zavarni, de muszáj. Trott! Okos vagy, okos, baba, okos. Á, hagyom, esküszöm, ment, annyit lonjon, szegény. Igen, sokszor úgy vagyok, hogy jaj, szegényke, aztán úgy oda vágnak a földhöz, de ez aranyos. Tehát nem erre gondoltam, a Jeffére gondoltam, az nem lett lefárasztva. Akkor is történt ez a szarság. Na jó, szuper.